kortárs képzőművészek. Ilyenkor mindig beszoktunk önöknek mutatni egy-egy egyéniséget, vagy éppen egy különleges technikát. Azt hiszem, hogy a mai beszélgető társam nagyon sok szempontból érdekes, és mind a két kitételre is fogunk egy érdekes választ adni. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Kesztyűs Tibor festőművészt. Köszönöm szépen. Én is köszöntök minden nézőt, és természetesen Lóriát is. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy egy érdekes beszélgetés elé nézünk, hiszen Tibor egy nagyon sokoldalú egyéniség, és már ahogy a címünkből is látják, festőecset, tűzzománc, kerámia, ez már két különleges dolog. Az egyiket mondjuk úgy, hogy ismerjük, túlzás, de a tűzzománc, kerámia, az tulajdonképpen egy újdonság, egy találmány, és egyetlen egyszer beszéltünk róla, amikor vendégem volt Kesztyűs Ferenc. És hát adódik a kérdés, hogy csak nincs valami közük egymáshoz. Igen, le se tagadhatnám, azt hiszem, még a külsőségek alapján sem. De talán még a mozdulatok valóban, is. Valóban igen, tehát atyámról van szó, aki hát festőművész többek között, mert ő is elég sokoldalú személyiség. Grafikus festőművész, újságíró, tanár, stb. Jogász, úgyhogy elég sok titulust tudnánk itt a rovására felsorolni. Tehát a lényeg, hogy én az ő nyomdokaiba lépve, a családi legenda szerint már gyerekkoromban elkezdődött, amikor egy alkalommal magamra maradtam a szobába a festőállványa mellett, és kicsit átvariáltam az ő készülő képét. Úgyhogy elég korán kezdtem, de tehát a viccet félretéve, igen, hát jó ideje, évtizedek óta űzöm én is most már ezt a szenvedélyt, foglalkozást, hivatást. Úgyhogy elég sok technikát használok, grafikától az olaj, akvarell, akril, különböző anyagokkal dolgozom. Én is elég kísérletező vagyok, tulajdonképpen ebből a dologból adódik az, hogy én erre a tűzzománc kerámiára is így ráharaptam, amikor ugye ők ezt kitalálták. Három művész, tehát másodmagával, két már hát azóta elhunyt művész, Würcz Ádám, egy neves grafikus művész volt, és Zengő Stankovics festőművész barátjával találták ők ezt hárman ki. Ez ugye egy újfajta technika volt, az eddig ismert tűzzománchoz képest, és attól eltérő módon a hordozó anyag, ugye, ahogy a neve is mutatja, kerámia alapra készül a tűzzománc kerámia kép. Mintha egy picit melegebb is lenne ettől. Hát vagy plasztikusabb. Igen, tulajdonképpen ugye a tűzzománc, az eredeti hagyományos tűzzománc is nagyon élő, nagyon tüzes, nagyon, tehát ahogy a neve is ugye hordozza, hogy tűzben keletkezett. És valóban, de hát ezek a kerámia, a tűzzománc kerámia képek, ezek abban tényleg különböznek és eltérnek az eddig ismert formáktól, hogy egy ilyen nagyon élethű, egy ilyen nagyon élénk, majdnem, hogy dombormű szintű. Igen, akár domború, igen, tehát tapinthatóan háromdimenziós képeket is lehet készíteni ilyen módszerrel. Úgyhogy igen, tehát ez egy különleges technológia, egy olyan alkalmazás technika, amit ugye hát a atyám többek között nevéhez fűződik, és hát én igyekszem a nyomdokaiban hasonló színvonalú és nagyon élvezhető, tetszetős képeket készíteni, alkotni. Ez egyébként ritkaság, mert egy cipésznél megszoktuk, hogy hát ha a fia is cipész lesz, és nagyon sok foglalkozásnál, de az az igazság, hogy festőművész generációkról lehet, hiszen a Ferenciék ott vannak, de ez egy ritka dolog. Most ez jelenti azt is, hogy ez tulajdonképpen még egy új dolog, hogy esetleg a kísérletezés is elviszi valamerre, hiszen új anyaggal új dolgot kifejezni. Igen. A dolog technológiájából adódóan ez nem annyira nagyon új már különben, néhány éve működik ez a fajta
technológia. De megvan? Vagy az még nincs? Igen, igen, igen. Tehát nem annyira nagyon újszerű, de az biztos. De hát a festészet történetében? Hát abban semmi. Igen. Abban igen, igen. Ott abban a léptékben ez egy vadonatúj. Tehát a dolog természetéből adódóan a mai napig, bár ugye ez ki van találva ez a technológia, tehát ez egy működő dolog, mégis az a fajta dolog mindig benne van, a meglepetés ereje, hogy az elkészült kép, az vajon tényleg olyan lesz-e, aminek az ember megálmodja, amilyennek megálmodja, mert bizony azért volt már olyan, hogy megtréfálta az anyag a dolgokat. Tehát nem önálló úgy égett ki. Önálló életre kelt? Igen, igen. Előfordult már olyan, hogy az elképzeléshez képest egy sokkal jobb és látványosabb és tökéletesebb végeredmény születik a kemencébe, és az is előfordult sajnos, hogy nem jól sikerül egy-egy kép. Olyankor még mindig mencsvára lehet az embernek az, hogy az, aki látja majd, ő nem tudja, hogy milyennek gondoltam, és még ha még ezzel együtt is azért szép és tetszetős a kép, akkor azért nem kell szégyenkezni miatta. De én tudom, aki készítettem, hogy nem pont erre gondoltam, uh-huh. amikor ezt szerettem volna, ugye. Tehát ez a fajta játék és ez a fajta kísérletezés benne van a mai napig az anyagban. Hát nagyon érdekes maga az égetés, hiszen igen. tulajdonképpen az mindig egy új anyagot hoz létre, igen, igen. a tűz. Igen. Na most... Ami engem nagyon érdekelne, hogy ez egy robosztusabb dolog, mint egy könnyű ecsetkezelés. Hogy mennyiben számít, hogy egy fali kép készül belőle, vagy úgy tudom, hogy köztéri szobroknak, domborműveknek is igen, lehetőséget igen. nyújt. Igen, hát ugye atyám révén számtalan helyen most már egy minimum tucatnyi ilyen nagyméretű murális alkotásunk látható, és készítettünk el intézményeknek, magánszemélyeknek is akár. Ezek ugye nyilván nagyméretű dolgok, ezek mindig másképp kell, hogy készüljenek, mint egy kis táblakép, ami ugye természetesen egy kidolgozott, aprólékosabb megoldásokat igénylő dolog. Hát itt nyilván a méretekből adódóan ez egy picit ugye nagyvonalúbb és másfajta elkészítési módszert igényel. De alapvetően azért ugyanaz, hogy ez is kiégéssel készül, ott is ugye, ahogy az előbb mondtuk, a technológiában benne van egy-két meglepetés, hogy az egymáshoz képest, mert ezek nem egy nagyméretű kerámia alapon vannak, hanem ezt ugye kisebb így van, igen, kisebb alkotóelemekből, ugye ilyen mozaikszerűen. Tehát csempéket raknánk össze, mozaikot. Igen, uh-huh. igen, igen, és gyakorlatilag ugye nagyon fontos, hogy az összkép az ne hulljon szét amiatt, hogy az egyes elemek esetleg színben, tónusban, egyebekben eltérőek. Tehát ugyanazt kéne mindig produkálni, minden igen, egyes igen. új kiégetés. Tehát a nehézség ebben még plusz ez, hogy, uh-huh. hogy az egyes elemeknek egymáshoz képest is nagyon precízen és pontosan kell kiégni, és ahogy mondtam, ez a kiégés, ez mindig egy lutri, tehát el kell nagyon találni. Hogy az ember végül is aztán olyan képet kapjon, amit szeretett volna. És ha a másik irányba nézünk, mennyire lehet vele filigrán, pici dolgokat is megjeleníteni? Hát az az igazság, hogy mi olyan nagyon miniatűr dolgokat ezzel nem készítünk. Tehát a táblaképeink közül az én képeim legkisebbje az a 10x20-as méretű kép. Hát már az kép. Is filigrán egy nagy... Hát igen, a falfelülethez képest igen, valóban, ez miniatűr, de nem úgy használjuk mi ezt, ahogy a régi hagyományos tűzománcot ugye értjük ez ad, hogy akár ékszereket és egyebeket is lehet belőle készíteni, tehát ebből így ilyen formában nincsen lehetőség erre. De hát a táblaképek azok lehetnek igen ilyen kisebb méretűek is. Úgyhogy hát sok esetben ugye nyilván az eladhatóság, mert ez is egy szempont, ugye, azon túl, hogy az ember olyan képet készít, amiről úgy gondolja és azt szeretné, hogy tetszen a nézőknek. De egyúttal azért nyilván, hát, akinek tetszik annyira, az örömmel veszük, hogyha hazaviszi és díszíti az ő otthonát, vagy irodáját, vagy mindegy, bárhol, ahol ő ezt felhasználja. Úgyhogy ez is egy szempont, hogy ilyen méretteket is azért úgy uh-huh. figyelembe kell venni, hogy hova, mekkora kép
nem lehet túlzásokba esni azért ez eset. Tehát középületeknél van ez, hogy nagy méretben dolgozunk, hát ott ugye a fal felületek igénylik is ezt, mert ott elvész egy kis méretű valami, úgyhogy tehát ezek a fajta murális dolgok, ezek nyilván ezekben a nagyon nagy méretekben készülnek, tehát ilyen több négyzetméternyi felület. A képeket nézegetve nekem jó kedvem lesz tőle. Sok a szín, sok a vidámság. Szereti például a virágokat, tehát ez jelent egy belső békét? Hát én úgy gondolom, hogy biztos, hogy így van, igen. Tehát én amúgy is arra törekszem a magánéletbe, hogy béke, nyugalom vegye körül az embert. Nem vagyok híve ennek az izgalmas, izgággal rohanó világnak, ami most zajlik. Tehát, és ez nyilván ez szüli, hogy a születendő képek is ezekben a témákban készülnek. A csendélet, a tájképek, még az élet grafikus... szebbik oldalát mutatják. Hát igen, igen, persze. A borzalmak azok úgyis ott vannak nap, mint nap az emberek előtt, hát valami kis megnyugvást, békét és harmóniát és esztétikai élményt próbálok ezekkel a dolgokkal sugározni. Úgyhogy hát a témaválasztások azok emiatt vannak ilyen csendélet és hasonló. Na most az egészen kezdetekről beszéltünk, hogy édesapja Kesztyűs Ferenc a mestere. De igen. Aztán hogyan, merre indult, mint ifjú, hogy mindezt aztán tudja, és én azért ott láttam az élettörténetben még sok irányú elfoglaltságot is. Igen, hát a történet az onnan indul, hogy én alapvetően a képzőművészeti szakközépiskolába jelentkeztem annak idején, ahol sajnos nem nyertem felvételt. És hát akkor nagy elkeseredés volt a családban, ugye, hogy most hogy lesz tovább, de akkor jött egy mentő ötlet, miszerint egy fotós szak indult, az akkori Dési Huber István szakmunkás képzőnek hívták még akkor ezt az intézményt, és úgy gondoltuk, hogy hát ha nincs ló, akkor jó a szamár is, nem baj ez, hogy a fotó is egy művészeti ág, ugye az is egy érdekes, kreatív és a képlátásnál végül is. És igen, tehát végül is ugye a komponálást, a képszerkesztést, egyebeket azt az ember igazából azért ott nagyon jól meg tudta tanulni. És hát én elvégezve ezt az iskolát ugye nagyon sokáig a fotó területén dolgoztam, mellette a festészetnek. Tehát szakma szerűen én gyakorlatilag ugye azt mondhatom, hogy fotós vagyok elsősorban, és hát a fotó területét is bejártam gyakorlatilag, én mindenféle szakterületét a fotónak megpróbáltam, és bele-bele kóstoltam. Itt a sajtótól kezdve a lakossági, még a laboráskodásba is belekóstoltam. Tehát végeredményben így végigjártam mindazon területeket, ami egyáltalán így elképzelhető így a fotó területen belül. Évtizedeken át ezzel foglalkoztam intenzíven. És hát sajnos, amikor a digitális technika beköszöntött, ugye a technikai fejlődés egy picit úgy, hát így tönkrevágta, hogy így mondjam ezt a részét a szakmának, amit én ugye tudtam, az én tudásom, amit ugye ott az iskolában nekünk megtanítottak, az egyszer csak kiderült, hogy fölöslegessé vált, mert elég, ha valaki szépen komponálja a képeket, és a technika már szinte mindent megold, mást, egyebet. Hát helyettünk. Azért az az igazság, hogy látszik, hogy ki a művész, kinek van rá érzéke. Sajnos ma tényleg mindenki azt hiszi, hogy ő aztán hú de jól fotózik. Hagyjuk meg őket ebben a tudatban, ők így boldog emberek lesznek, de azért más a művészet. Hogy jött a Rótmiksa Alapítvány és múzeum? Igen, Rótmiksa Alapítvány az úgy történt, hogy atyámat felkérték, hogy a kuratóriumi elnökséget vállalja el. Ha jól emlékszem, és nem beszélek butaságot, akkor a Rádai Mihály úr után vette ő át ezt a kuratóriumot. Ugye a Rótmiksa hagyatéknak a kezeléséről és az addig nem annyira hát azzal foglalkozva működött ez a dolog, és hát egy kicsit így javítgatni kellett ezen a dolgon. Volt ugyan egy nagyon szép múzeum, aminek aztán később ugye az alapítvány révén én is
munkatársa lehettem, és művészeti vezető és helyettes vezető voltam, Büki Attila mellett, aki az igazgató volt, és gyakorlatilag ugye hát ezen munkálkodtunk volna, hogyha maradéktalanul sikerült volna ez a dolog, hogy ezt a Rótmiksa hagyatékot rendezni, visszakapni, visszaszerezni olyan a hagyaték különböző elemeit, ami ugye még olyan helyeken volt, akár külföldön vagy belföldön, de hát szinte ilyen kallódó állapotban voltak dolgok. Értékmentést. Értékmentés, uh-huh. Így van, köszönöm szépen. Igen, tehát értékmentést próbálkoztunk ugye megvalósítani. Úgyhogy hát ez nagyon sokáig nem tartott az én életemben, mert aztán ott hamar változások történtek az önkormányzat élén, és ugye ilyen értelemben a mi sorsunk is így megpecsételődött ezen a helyen. Úgyhogy hát egy ilyen, azt hiszem, talán másfél-két évig voltunk mi itt, és hát igyekeztünk tényleg ezt a dolgot komolyan véve nagyon szépen elrendezni és őrizni ezt a ránk bízott kincseket, mert valóban ezek kincsek, tehát aki úgy ismeri, meglátott már ilyet, ez az ólomüveg festészet, ez is egy csodálatos, fantasztikus terület ugye a művészetekben, tehát elképesztően izgalmas és érdekes. Annak idején, mikor ezzel ugye komolyabban foglalkoztunk, akkor én is próbálkoztam vele, de az tényleg csak így a kísérletezés szintjén, úgyhogy nagyon szép dolgok ezek az ólomüveg, akár a használati tárgyak, akár ezek a művészeti, az épületekbe felhasznált, ugye az ablakok esetében felhasznált képek, ezek igazán impozánsak, úgyhogy... Annyit hagyd mondjak el a kedves nézőknek, hogy természetesen egyéni kiállítások sora fémjelzi a művészt. Itt a Sziszi Galériától a Stefánia Palotán keresztül a József Attila Művelődési Központban, Rátkai Márton Klubban, Bocskai Galéria, Kesztölci Művelődési Ház, számos, nem olvasom föl mindet, hiszen egy művész életében az a jó, ha jó sok kiállítás van, akár egyéni, akár édesapjával közösen, és hát a köztéri művekről is beszéltünk, a csodás címerkép, ami igen, fantasztikus hatást gyakorol az emberre, és még talán két szót búcsúzóul az olajfestészetről, hogy ez hol helyezkedik el a kis szívében? Hát őszintén szólva nem teszek azért olyan komoly különbséget a különböző technikák között, hogy kedvenc vagy nem kedvenc egyik vagy másik. Mindegyik egyforma helyen szerepel a művészetemben. Szerintem az olajat azért nem szabad elhanyagolni annak dacára, hogy nyilván ez egy nagyon sokak által használt és ismert, és sokszor már talán el is csépelt dolognak tűnik, de azért az olajtechnika is olyan, amivel nagyon jól ki lehet fejezni azokat a dolgokat, érzelmeket, hangulatokat, amiket az ember gondol. Úgyhogy ugyanolyan szinten szerepel tulajdonképpen mind a három, mert hogy végül is három technika van, ami uh-huh. a harmadik technikáról még nem ejtettünk szót, ez pedig a szintén atyám nagy találmánya, ő az, aki ilyen kísérletező alkat, és Nagy József professzor úrral, a most már sajnos elhunyt Kossuth és Eötvös díjas professzor úrral, aki a Műszaki Egyetemnek volt a professzora, ővele kitalálták a szilikon művészfesték nevezetű anyagot, ami szintén, az viszont már tényleg egy nagyon új, és hát eddig még méltatlanul háttérbe szorult anyag. Úgyhogy próbálunk ennek is nagy reklámot csinálni, de hát egyelőre még ugye a kezdeti stádiumban van a dolog. Úgyhogy, tehát ez a három anyag, és ez mind a három egyformán szerepel a szívemben, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, kedves Tibor. Köszönöm. Én önöknek azt tudom mondani, hogy érdemes megismerkedni közelről. Mi most ugye mutattunk egy pár képet, de egészen más, ha ott állnak előtte, úgyhogy ha el tudnak csípni egy kiállítást, akkor menjenek el, de úgy tudom, hogy a Facebookon is meg lehet találni. Így van, igen, a saját nevemen körülbelül egy 40-50 alkotásom szerepel a Facebook oldalamon. Úgyhogy ott is lehet barangolni, tegyék meg! Köszönöm szépen!